Szia, Jobber elé, testvérem! Hogy jött az az ötlet, hogy itt a Venyigébe, itt a börtönbe összerakod itt a videóidat? Letöltöttem a stúdiót. Sziasztok, ma szabadulok, ennyi volt. Úgyhogy most már kintről fogok nektek zenélni egyelőre. Innen nyomtam nektek a rappeket, meg a gangsterségeket a sütről. Ez volt az igazán hiteles. Elmondtam nektek, hogy mi a frankó. Úgyhogy ez volt a kilátásom. De most már tiplit vágok innen, testvérem. Érted? Értem, testvérem. És mikor, milyen tájba fognak kiengedni? Hát nem tudom, egy pár percen, hát csak pillanataim vannak hátra, érted? Így van, nagyon jó. Úgyhogy ennyi. Még a kérdésedre elmondom, hogy a kérdésére válaszolok. Figyelj ide! Úgy jött ez az ötletem, hogy minden viccet félretéve, hogy nagyon sokat voltam benne a börtönben, és nem tudtam megcsinálni, soha nem tudtam a stúdióba beférkőzni, mert mindig benn voltam, nem volt rá lehetőségem, és akkor most így volt lehetőségem rá. Hála az Istennek, összetudtam ezeket hozni, egy darab okos telefonról megcsináltam mindent, és innen fordítok. Smartphone-ja van? Minden egyenesen feltűnik a csúcsra, tesó, mert ez itt az én Amerikám, érted? Értem. Ez itt az én Alcatrazom, az én San Quentinem, de volt, utána volt. Az én álmom lesz most. Megérkezik az én Amerikám, mikor majd befutok, testvér. És örülök. Nagyobb leszek mindegyiknél. Örülök neked, testvérem. Beszállj, és dicsőség az Istennek. Szia! Szia! Menjünk. Menjünk már.